Sziasztok! A mai videóban azt nézzük meg, hogy miért nedvesedik belülről a lufi. Fúj, nyálas! Hát nem. Az tény, hogy a science show-kon általában ez a gyerekeknek az első reakciója, de azért magamtól többet vártam volna. Mert hogy mi van a lufiban? Levegő! Széndioxid. Mert hogy oxigént lélegzünk be, és széndioxidot ki, nem? Oké, tehát belélegezzük a levegőt, aminek nagyjából 3/4 része nitrogén. Ez bemegy, kimegy, lényegében változatlanul. Van még emellett oxigén is, a belélegzett levegőben nagyjából az 1/5 teszi ki. Amikor kifújjuk a levegőt, ennek az aránya tény, hogy csökken olyan 16-17%-ra. A beszívott levegőben van még ráadásul széndioxid is, de nagyon-nagyon-nagyon kevés, kevesebb, mint 1%. Amikor kifújjuk a levegőt, abban viszont 3-4%-ra emelkedik meg az aránya. De a titok nyitja nem ez, hanem valami egészen más. Az orrüreg, a szájüreg és persze a tüdő egy hatalmas nyírkos felület, ami tele nyomja párával a levegőt, amikor pedig ezt kifújjuk, a víz megy vele együtt. De miért akkor nedvesedik be a lufinak a felülete, amikor habci kiszúrja? Azért, mert ilyenkor a lufi bazárt levegő hirtelen kitágul és lehűl. Rögtön a durranás után fogjatok meg egy kis cafatot, és ezt érezni is fogjátok. Hűvös lesz. A viszonylag hideg felületre pedig azonnal lecsapódik a lufit megtöltő füllett AR pára tartalma. Tehát mindenki nyugodjon le a p***ba. Az, ami ilyenkor a lufin van, nem nyál, hanem tüdővíz és nyálkahártya pára. Broáf. Ez egy tök egyszerű kísérlet, úgyhogy nyugodtan megcsinálhatjátok otthon. Ráadásul olcsó is, hiszen mindössze egy lufira van hozzá szükség, és egy tűre, amit habci tart a kezében. Ha bármi megjegyzésetek van, nyugodtan hagyjátok ott a videó alatt a kommentekben, írjatok nyugodtan, hogy milyen kísérleteket szeretnétek látni, vagy általában, ha bármilyen javaslatotok van, nagyon szívesen vesszük. Sziasztok!